A Haladás elleni döntetlennel startoló Akvitál FC-nél a szombathelyi kezdőcsapatból kimaradt a megsérülő Hornyák Marcell, akinek helyét Janicki Kirilló vette át. Míg a DVTK-t legyőző Siófokból ezúttal nem volt ott a keretben a kapus Hutwágner Gergely és Balogh Bence Benito, helyükre Winter Ádám és az ex-csákvári Major Gergő került be a kezdőbe. A találkozó első perceiben egy-egy veszélyes akciót jegyezhettünk fel, majd a 13. percben a vendégeké volt az első kaput találó lövés. Polényi jobb oldalról belőtt labdáját röviden vágták ki a védők, Major így szabadon lőhetett, Auerbach Martin azonban biztos kézzel védett. A 19. percben aztán megszerezte a vezetést Tóth Balázs vezetőedző csapata. A vendégek hátul passzolgattak, majd Winter kapus felívelése rövid lett, épp Tamás Nándort találta meg. A hazai támadó lőtt is, ám ez a próbálkozás végül gólpassznak lett jó. Mészáros Dávid ugyanis átvette a labdát, majd kilőtte a hosszú sarkot. A kapott gól után a BFC Siófok bátrabban támadott, ám Domján Attila tanítványai két helyzetet is elrontottak. A 29. percben Major jobb szélről betett labdáját lőtte Elegh Vence kapura 17 méterről, ám Auerbach másodjára ugyan, de magához ölelte a labdát. Majd a 37. percben Varga a baloldali beadása után Krausz fejesét is védte az Akvitál hálóőre, a kipattanót pedig Major az égbe küldte. Fordulás után Tamás Nándor zárhatta volna le a meccset, ám az 57. percben Kártik forintos kiugratását hosszantolta meg, így oda lett a helyzet. A támadó Siófok még kétszer tesztelte Auerbach Martint, az Akvitál kapusa azonban előbb Major jobboldali próbálkozását, majd Krausz látványos kapás lövését is védeni tudta. A balatonparti csapat támadásai később már nem jelentettek komoly veszélyt. A taktikusan futballozó Akvitál FC Csákvári 1-0-ra megnyerte a szezon első hazai bajnokiát.